Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Igen, Hare Krishna. Hare Krishna. Az lenne a kérdésem, hogy a 13. fejezet 8-tól 12. verse tartalmazza azt kijelentést, hogy mi a tudás, és azon belül van egy felsorolás, és Krishna azt mondja, hogy eltávolodás, elkülönülés az emberek általános tömegétől. Ezt kifejtenéd egy kicsit jobban, hogy ezt hogyan lehet értelmezni, illetve hogy az értékrendre milyen hatással van a társulás. Igen, itt van. Amánitvam, adambitvam, ahimsa, shantir, arjavam. Lehet, hogy először csak a versről. Jó. Mi ez a vers, mit képvisel ez a vers. Itt mutatja, hogy igazából Krishna, hogyha valaki lelki szinten megvalósította a tudást, a tudásnak a energiája belépett a szívébe, és van egy látása, mert a tudás védikus, vagy a szanszkritolóban mondják, hogy vidya, vagy véda, az a vidya. Ugyanaz van, 5. fejezetben is már hasonló volt. És amikor meghatároznak a védikus rendszerben ki az, aki tudással rendelkezik, ott nem azt mondják, hogy aki a petőfi verseket mindegyiket tudja hátról, előre-előről hátra, a Mengyelejev táblázatot csukott szemmel, éjszaka, éjfélkor felkeltesz, és akkor mondasz a 4. a sorba, 5. melyik a periódusi elem, és akkor ember kimondja ferrum, oxigén, nem tudom, kálium. Szóval nem a védikus rendszerben tudás, ez azt jelenti látni, vidya, vid, mert a veda, vidya, ez annak a gyök, ez a vid, látás, látni. Szóval aki tud, az lát. És amikor valaki máshogyan látja, vagy úgy látja, ahogy van, mert Krishna nagyon sokszor mondja, pashyati, sapashyati. Amikor sorolja fel a tulajdonságokat és az ő reakció a világra, akkor mondja, pashyati, sapashyati. Akkor ő lát úgy, ahogy van a világ. És ezért a tudás, ez egy látás. De a látásunk meghatározza, hogy mi ahhoz, attól függ, hogy hogyan látunk, úgy fogunk viselkedni. A világgal kapcsolatban akár. Például, hogyha valaki, két ember, egy harmadik embernek különbözőképpen lehet látni. Valaki nagyon jó barátnak látja, akkor ez befolyásolja, hogy hogyan viselkedik vele. Aki ezt az embert ellenségnek látja, az másképpen fog viselkedni. A látás meghatározza az érzelmeket, mert az érzés, ez az energia, az érzelem, ami embert adja azt az impulzusot, késztetést viselkedni, reagálni. És itt a 8-től 12-ig itt beszél, hogy hogyan, aki lát, aki megvalósított a tudást, ő hogy lát és hogy reagál a dolgokra. Mi az, ami neki érdek és nem érdek. És akkor itt első, ami rögtön mondja, az legfontosabb, hogy aki lát, aki megvalósított a tudást, a megvalósított, ez aki lát. Ez azt jelenti, vigyána. Amánitvam, adambitvam. Az első, rögtön alázatos lesz, nincs hamis egója, hogy én itt valaki akarok lenni ebbe a világba, én mindjárt itt ki, neki mindegy, hogy őt hogy látják. Büszkeség nélkül és alázatos. Ez azt jelenti, hogy nálunk az alázatos, ez egy ilyen valami nagyon, amikor már engem szétnyomták, és én belül, hogy mondjam, már ledörzsöltem a fogaimat, és nem szólok vissza, és akkor mondjam, igen, alázatos. De igazán alázatos, aki természetes. Aki nem azonosítja magát testtel, máshogyan látja a világot, akkor ő természetesen alázatos, mert ő neki nem kell, tudja, hogy így senki nem kell lenni, mert így senki nem leszel. Mert ebben a világban minden elmúlik és ideiglenes. És ezért a mánitvám, és utána jön adambitvám, büszkeség nélkül. És utána persze mennek a többi felsorolások, ahimsa, erőszakmentes, tudjuk most sok mindenről beszélni, mindegyikről. Ksantír, békés, türelmes, akkor arjadvam, acsárja, pászanám, ez azt jelenti, hogy biztos, hogy lelki tanítómester elfogadja, avatás kapja, mert ő neki van, Saucsam tiszta, és akkor itt tovább, akkor van neki, hogy hogyan látja a világot, ugye látja, hogy Janma mrityu jaravyadhi, hogy ebben a világban mi van, miből áll a világ? Janma, születés, mrityu, halál, jara, öregség, vyadhi, betegsége. És azt mondja, dukha dosha anudársanam. Anudársanam az ő látása, ő úgy látja, hogy ez mind dukha, ez mind szenvedés, mint a születés. Szóval ő látja, hogy ez a helyzet, ez a világ, ez ilyen. És ezért neki, mint a Mana az 5. fejezetben is mondja Krishna, hogy neki ez a világ, az maximum, amire tud használni, arra, hogy felszabaduljon. És elhatározolás az emberektől, ami volt a kérdés. Hare Krishna, Peti. Ez arról van szó, hogy ő annyivel kapcsolatba lép az emberekkel, amennyivel, hát van, kezdjünk úgy, hogy Madhyama szinten, hogyha van a Madhyama bakta, aki lát különbséget emberek között. A kanista bakta az nem lát, az erőszakosan prédikál, az szalad mindenkihez, és próbál meggyőzni, és emberek teljesen készen vannak, de a Madhyama, aki látja, hogy ki a jámbor, ki kevésbé, és akkor ő inkább prédikál a jámbor, akik tudnak elfogadni. És elhatárolás, őt nem vonz egyáltalán az anyagi témák. Ő nem akarja összevegyülni ezekkel az értékrendekkel, ami megy a világ. Mindenki megy oda, most mindenki jár karácsonyi vásárra. Kész. Te nem jársz, mert nem megy a biznisz. De ez már jó. Látod, van pozitív. Gadādhara Prabhu nem jár. Én járok. Te jársz. Nem megy a biznisz, de járok. Minden veszek meg. Peti jár nézegetni. És ez pont az elhatározás, az nem mindig Valamikor, mikor nincs annyi ereje, akkor fizikailag elmegy az emberektől, és inkább keresi ezt a társaságot, ami erősíti őt a lelki gyakorlatba, hogyha ez egy még gyakorló. Hogyha ez már megvalósított személy, akkor egyáltalán neki idegen. A világi témák, fölösleges, nyűsgés, itt rohanni, ahogy Śrīla Prabhupāda is mondja, és többi ácsárja, hogy ezek mennek innen oda, ugye meg lehet nézni Budapestet, Szentendréről mennek Budaörsre reggel dolgozni, Budaörsről mennek Szentendrére dolgozni. Miért kell menni? Miért a budaörsi nem marad Budaörsön dolgozni, ahol a Szentendré dolgozik? A Szentendré miért megy Budaörsön, nem ott dolgozik, ahol jár Budaörsön oda dolgozni? Miért kell ezt csinálni? És akkor, aki lát a világot, ő nem érte ezzel együtt, és ő fölöslegesnek tart. Az egész, ami itt van, ez minden fölösleges. Ember épít az életét, karriert, családot, vagyon, minden meg van csinálva, utána meg kell őrizni. Mert jön az OPEC, jönnek azok, jönnek ezek, jön a jó karma, jó a rossz karma, jön akkor a válság, és akkor a halál pillanatban úgyis üres kézzel megy. Akkor minek pazarolni az időt, mikor a vége ugyanaz lesz? Szóval ő így látja, és akkor ő neki fájdalom ezt csinálni. Mert annyira haszontalan, hogy neki ő nem bírja, ő nem bírna. Nem tudna élni emberekkel. Pont ma beszéltünk Gadādhara Prabhuval. Mindenkinek kell dolgozni, igen, de persze fel kell tartani családját, minden, de legalább annyi, mennyit kell. De ma így beszéltünk, mondtam Gadādhara Prabhuról, na Gadādhara Prabhu, mi lenne, hogy akkor elmennél gyárba dolgozni, veszem neked védőszemüveget Lidlibe vagy Aldiba, és akkor, hogy ne legyen nagyon unalmas, akkor egyik héten dolgozol esztergás vasgyárba, ott esztergáz, hegesztesz, kalapácsolsz, aztán másik héten elmész, és akkor a butorgyárba dolgozol, és akkor ott is vágod a fából. Vagy mondom, elmegyek praktikerbe, ott is nagyon jó munka van, emberek jönnek, bútorlapokat rendelnek, és a méretekre vágod. Aztán ő jobban találta magának, azt mondta, hogy lehetne, hogy inkább akkor legyek pénztáros. Elképzeltem, hogy a Gadādhara Prabhu, csinálják valahol, beszéljünk meg valahol, hagyj engedjenek egy percre téged beülni, pénztárban csináljunk pár fotót rólad. Szóval dolgozni, hogyha van egy megértés, hogy azért dolgozunk, fenntartom magam, mert munkanélkül nem lehet semmit csinálni, nem lehet fenntartani, az normális. De amikor ember azt gondolja, hogy most itt felépítem az életemet, na ez egy probléma. És ezért elhatározott, az azt jelenti, hogy amennyi, még az is, aki világban, mondjuk ti városban éltek, nektek fizikailag nem lehet. De akkor csak annyi, amennyi munka van, addig kapcsolatban vagyunk, és akkor utána vissza. Mint itt van még, nem tudom, Peti is, meg Abhiram Prabhu, meg más bakták, Trilokátma Prabhu eljön Mangalára, ott van, ez a valódi élet, utána elmegy dolgozni, az nem egy valódi élet, és utána megint szalad baktákhoz, hogy templomban valamit szolgálatot csinál, vagy... És akkor ez így oké, akkor ez egy elhatározottság, elhatárolás. Elhatárolódás. Dás. Igen, és akkor így működik, hogyha valaki érti, hogy ez muszáj. De nem ez az életem, mert annak nincsen semmi értelme. Jó. Igen, és akkor nézzünk itt a végén, mit mondja. Hát igen, ez a tudás. Gyánam. Etács gyánam, iti prokatam, a gyánam ját, attó nyatha, anyatha. Attól anyjadha. Minden más, pont ami ellentétes, hogy én itt vagyok, és akkor én itt csinálom, itt. Ez az én házam, ez az én birodalmam, az mind tudatlanság, mert ez nem a te birodalmad. Śrīla Prabhupāda hányszor leckékbe, könyvbe is írta, hogy jönnek, akkor jön egyik a nép, akkor kitalálja, hogy most ez a mi földünk, jön a másik nép, megveri azt a népet, elviszi tőle, nem, ez most a miénk, utána verekednek, hogy hol a határ, a te határat ott van, nem, itt van, és akkor mondja, hát várjatok, se nem a te földed, se nem az övé. Mert mielőtt ide jöttetek, az már megvolt. Ez már megvolt ez a föld. Milyen jogon azt mondjátok, hogy ez a tietek? Ez az Istennek a földje. És mondja Śrīla Prabhupāda, hogyha így látnának az emberek, akkor nem lenne háború. Mi volt ez a ilyen hasonló példa, beszéd, amikor két testvér masszírozza az apukáját. Ketten egymás mellett ott masszíroznak. És akkor megbeszélték, hogy én ezen a részen, te azon a részen masszírozol. Jó, és akkor masszírozok, ez itt, ez ott, és akkor masszíroznak, és akkor ez így masszíroz, és akkor így a kezed oda ment egy kicsit. Azt fogta, és ellökte a kezét. Azt megint oda, azt oda csapta. Azt elkezdtek ott csapni, végül az apját szétverték. Hát ez történik az emberek, ez az én földem haza, de nem a ti tulajdonotok. Igen. Ez volt a... ez válasz volt? Aha. Jó? És mi volt másik? Hát igazából az volt még a kérdés, hogy az értékrendre milyen hatása van ugye a társulás. Az értékrend vagy létrehozza és erősíti a hamiságot, vagy tisztítja a hamiságot. Ezért minden, ami nincs kapcsolatban Istennel, ez minden nagyon erősen erősíti az hamis egóját. Ugye a hamis egó, ez az, amikor jön szarga viszárga, a Śrīmad Bhāgavatamban, amikor magyaráznak, hogy van... elsődleges, másodlagos teremtés, mikor megvannak az összetevők, elemek létrehozva, és mikor már kezdődik a világteremtés, akkor első, ami létrejön, finom elem, ez a hamis ego. És akkor a hamis ego, ez ami teljesen félre fog vezetni mindenkit. És ezért, hogyha Istennel kapcsolatban nincsen, ami most látjuk a világot, és pont ezért ennek mi a gyökér, hogy itt véletlenül minden történt. Ezt próbálnak magyarázni tudós szinten, amúgy skizofrén állapot, mert amikor tudósok kutatnak, akkor mondják, hogy jó, hát akkor hogy jött létre az egész, az élet, minden, hát akkor hát fehérjétől, jó, de a fehérje miből áll? Ki tudja, miből áll a fehérje? Aminosavok. DNS, igen, aminosavból és a fehérjéből. Így. Ennek a kombinációnak. Jó, de akkor néznek, hogy akkor oké, de milyen sorrendben jött létre? És akkor néznek. Hát aminosav a fehérje nélkül nem tud létrejönni, mert nem tud létezni. De a fehérje nem tud létezni aminosav. Akkor hogy lehet, az létrejött? Kell, hogy véletlenül létrejöjjön. És akkor kitalálnak, mind a kettő egyszerre kell létrejött. Értitek? És mivel így létrejött, ezért nincsen semmi értelme a világnak, mert ez véletlen kombináció. És ezért nincsen kapcsolat Istennel, kész, akkor itt van a hamis ego. Amikor van megértés, ezért fontos a Śrīmad Bhāgavatam. a Śrīmad Bhāgavatam, amikor magyaráz a szárga-viszárga sztána első, harmadik, negyedik énekek, ahol magyarázza a világnak a teremtését, hogy hogyan történt részletesen, milyen csoda történik, hogy hogyan a Krisnának, a Visnónak a tekintet aktiválja a világot, és mi történik, akkor a struktúráját, a sztána, hogyan történik, akkor ember ebből fog látni, hogy ennek van egy küldetése, egy üzenet. Ez nem véletlenül semmi üzenet nincs, hanem ennek van egy célja. Szóval itt nincsen semmi, a napnak van célszerűsége. Ez nem csak úgy, puf, na, ég a nap, világít a nap, annak van célszerűsége. És amikor így ember látja ezeket a kapcsolatokat, akkor fog látni kapcsolat Istennel. És akkor értékrend megváltozik. Amikor ember érti, hogy ki teremtette, miért teremtette, miért vagyok itt, akkor ez a társulás, mert ez egy társulás által jön létre ez a tudás, látásmód embernek. És ez a társulás, ezzel társulni, ez azt jelenti hallani, elfogadni. Hogy valaki többet tud adni, mint nekem van, ez a társulás. És hogyha én társulok baktákkal, hallom, akkor ők tőle kapok tudást, megváltozik a látásom, az érzelmek, másféle érzelmek jönnek létre, mert kezdek tapasztalni is, ez is egy érzelem. És lesz egy előzletes érzelem, megtapasztalni ezt a lelki kapcsolatot Istennel, és ezért így alakulnak valós lelki értékrendek. Amikor azt gondolom, hogy nekem a materialisták, ők nekik több van, mint nekem, ők tőlük tudok kapni, ami nekem nincs, értitek? Akkor velük társulok, mert fogadom, mint egy antenna, az megváltoztatja, hogy te itt valaki vagy, vagy neked kell lenni itt valakinek. Kell legyél valaki, és legyen neked valamit. És akkor rögtön változik az érzelmek, változik az értékrend, az érzelmek, és akkor utána befolyásolja, mit csinálok, és megyek lefele. Így a társulás az értékrendeket. Mert ez a hamis ego megint. A hamis ego, vagy amikor a lelki akkor az hamis ego nélküli lesz egy értékrend. És a szent, amit itt olvasom Bhagavad Gítában, itt már azok, akik ők nem bírják elviselni, hogyha valaki nekik mondanak, hogy itt most gyere és legyél valaki, a depresszióba fog esni ettől. Én is mondtam Gadādhara Prabhunak, hogy még gyerekkoromban, amikor jártam iskolába, mentünk ilyen gyárokba praktizálni, tudjátok, egy gyakorlatra. Az így elég is volt, de úgy, hogy én most így elképzelni nem bírtam, hogy én dolgozok, mert ez az élet, hogy hazajövök, van egy házam, abból a legnagyobb frusztráció, hogy nekem lenne egy házam. Ezt nem tudnék elviselni, nekem adjátok egy házat. Rögtön odaadnék templomnak, vagy valami központnak, jó, de hogyha az enyém legyen, és akkor én, hú, nekem van egy házam, ez legfrusztráltabb ember lennék a világban, nekem lenne vagyonom. Mert ez nyomna rám, ezt a hamis elképzelését, itt valami az enyém van. Ez nagyon mesterséges dolog lenne az egész. És ugyanúgy, akkor mész, dolgozol, mert itt ez a világ többet neked tud adni, jó, mint gyárba, vagy irodákba ülni. Tudjátok, Szovjetunióban irodák milyenek voltak, ilyen lombériás, vagy valamilyen lakkozott fából, mert minden nagyon nyomasztós. akkor gondoltam, inkább leszek sofőr, mert legalább így kint vagyok, nem valahol bent. Igen, szóval nekünk, hogyha mi társulunk, így a baktákkal, akkor egy valódi értékrendet kapunk, és nem lesz ez a depressziós hangulat, ez a frusztráció, ami van a világban. És nem értenek mi. Éreznek, mindenki érzi, hogy valami van itt, de nem értenek mi, mert nem kapnak egy másik látás szemszögöt. Az a baj. Vagy nem engedik be. Vagy nem engedik be? Mert találkoznak ugye az utcán is, meg mindenhol baktákkal. Igen. Van, hogy ugye nem, hát jönnének könyvvel, adnának könyvet, de ők így azt mondják, hogy nem, hanem mennek tovább, mert dolgokban. Igen. Igen, azok, akik még kell egy pár gerebire rálépni, azok még azt mondják, még nem kell. De mondjuk adjunk zseblámpát, hogy ne lépjél a gerebire, de én látok. Jó. Látod, akkor miért rákos vagy? Már nem láttál, már ráletünk gerebére. Miért történt veled az, miért történt veled az? Nem, ez csak véletlenül, amúgy én tudom, mit kell csinálni, most már biztos fog sikerülni. Tehát jó, te már 8.400.000 életen keresztül ezt csinálod. És mindig így tartasz. Szóval igen, ez jó. Oké. Okay. Más. Akkor rendben, akkor köszönjük szépen, akkor csak ennyi. Ezért Sri Sri Radha Shama Sundar ki jai, Sri Sri Gornitai ki jai, Sri Ugra Nissimade Bhagavan ki jai, Śrīla Prabhupāda Maraton ki jai. Nitai Goswami Maharaj ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.